Na, sziasztok! Remélem elindult a felvétel. Igen, elindult, csak már hát régen voltam terepen, és valamelyes barátkoznom kell a gondolattal, hogy nem otthon a konyhába ácsorgok, gyakorlatilag szinte null kockázattal. Hát kérem szépen, itt vagyunk a Dózsa-György út és a Váci út kereszteződésében, meglehetősen forgalmas helyen. És hát ennek nem a vízművek bontása, illetve a vízművek egykori székhelyének a bontása fő apropó, bár ez is egy téma lehetne, gyakorlatilag a félváros egyébként építkezéstől hangos, meg bontástól hangos. Nem tudom, lehet, hogy itt épül az új metropolis, kérem szépen. Hanem ugye nekem volt egy ígéretem, habár ugye hangsúlyozom, hogy nem én vagyok az első, aki ezt valamilyen szinten megfilmesíti, hiszen rengeteg fotót, videót lehet már találni egyébként a YouTube-on is, és egyéb más platformokon is. Bizony, igen, a felújított metró állomásokról van szó, méghozzá a 3-as metró északi szakaszának a felújított metró állomásairól. Na most rögtön az elején szeretném hangsúlyozni, hogy nem fogok szakérteni semmilyen szinten, hanem gyakorlatilag kvázi tárgyilagosan bemutatom nektek, hogy így néz ki. Két részre fogom bontani a projektet, három állomás fogok mind a két részben bemutatni. Dózsa-György úttal kezdjük, majd Árpád híd és Forgács utca, aztán haladunk tovább északra, nevezetesen ugye a Gyöngyös utca, Gyöngyösi utca, Újpest városkapu, illetve Újpest városközpont megállókat fogjuk megnézni, úgyhogy most tehát a Dózsa-György úti metró állomással kezdjük a barangolást. Hát nagyon furcsa egy terepen, megmondom őszintén, tényleg nagyon régen voltam, kb. Másfél-két hónapja már talán. Úgyhogy hát nincs is más dolgunk, mint hogy aláereszkedjünk, és már nézzük, hogy mi a helyzet odalem. Na, most ténylegesen elindult a felvétel. És hogy miért mondom ezt, hát nem tudom mennyire vagytok szemfülesek, de tegnap már ugye elindultam forgatni ugye a 3-as metrónak a felújított északi szakaszát, tehát annak az első három állomását, tehát konkrétan a Dózsa-György út, Árpád híd és Forgács utca. Na most az Árpád híd, Forgács utca, pipa, meg a pipa, igen a pipa, ez is megvan, meg hát tulajdonképpen az intrót is felvettem. Csak hát ugye elkövettem egy olyan bakit, igazából hát ez leginkább ilyen műszaki baki, vagy nem is tudom, kicsit kapkodtam lehet, mert már régen voltam terepen, hogy egész egyszerűen a kamerának elfelejtettem lenyomni a REC gombját, és gyakorlatilag semmit nem rögzítettem a Dózsa-György útból, úgyhogy most bepótoljuk, gyakorlatilag ugyanott tartózkodom, csak annyi a különbség, hogy hát ilyen kvázi késő délelőtt van, 3:11, tennap meg olyan 2:30 körül voltam itt, úgyhogy azért állok egy kicsit másképp, mert hát azért mégsem benneteket süsson a nap, hanem inkább engem süsson, ezáltal barnulok is, tehát jobb lesz a megítélésem, jobb lesz a színem, stb. Igen, köszönöm szépen. Na, úgyhogy szépen aláereszkedünk itt az aluljáróba, és megmutatom nektek a Dózsa-György úti metró állomás, hogy hogy néz ki. Tegnap már ugye végigmutogattam nektek, de amit mondtam, a kamerám az ég a világon semmit nem rögzített, mert egész egyszer elfelejtettem benyomni az indítás gombot. Úgyhogy ennyi a történet igazából, de hát gondoltam, hogy most szép idő van, miért ne lehetne megismételni úgymond ezt az egy megállót igazából, ami kimaradt a tennapi felvételből, úgyhogy hát majd lehet, hogy kicsit vagdosnom kell, de hát ennyi baj legyen. Viszont tennap este az elég rendesen rám jött az ideg, mikor rájöttem, hogy nincs semmi a Dózsa-György úti metró állomásra felvéve, úgyhogy akkor haladjunk is, jó? Egyébként itt vagyunk a Dózsa-György út, Váci út kereszteződésében, ez esetleg valaki nem ismerné ezt a kereszteződést, és itt valamikor régen az Ibis Hotel volt, hát elég csúnyán lerombolták, bár hozzáteszem, hogy elég ocsmány volt már szegény, úgyhogy egy még ocsmányabb irodaház sikeredett a helyére. Megmondom őszintén én, tehát most már gyakorlatilag, hogyha építkezést látok Budapesten, akkor szinte tuti biztos, hogy irodaház lesz, tehát gyakorlatilag most már több irodaház van, mint a hány épület. Na, ennyit erről, ez csak egy ilyen kitérő, de hát ugye gondoltam, hogy ha már tegnap elcsesztem a felvételt, akkor most ezt remélhetően bepótolom. Hát így első pillantásra
de hogy engem nézzetek, nem jövők az érdekes. Első pillantásra rohadtul hasonlít ugye a metrónak a lejárata a 4-es metró lejáratához. Mindjárt közelebb megyek és akkor látjátok. Rengeteg turista van egyébként most itt a Dózsa-György útnál, és ezt nem tudom mire vélni, megmondom őszintén. No, hát ez a lejárata. Igazából a 3-as metró Dózsa-György metróállomásnak. Hát itt nem tudom, ki emlékszik, de itt régen ilyen üvegajtók voltak, és azok választották el tulajdonképpen az aluljárót a magától a metró állomástól. Úgyhogy mi a belváros felé haladó irányt fogjuk megnézni. Mind a két oldal gyakorlatilag tök egyforma, tehát ugye ez ugye tehát hogy mondjam, a nem középperonos megálló már, hanem így a két oldalon található külön-külön egy-egy peron. Maga a Dózsa-György úti aluljáró egyébként, azt kell mondjam, hogy az aluljáró közül talán az egyik legjobb állapotban lévő aluljáró, bár én azt gondolom, hogy én úgy tudom, hogy ez is fel lett újítva, nem most, hanem nem még korábban, de pontosan nem tudom, hogy mikor. De most nem is az aluljáró itt a lényeg, hiszen azt látjátok, hogy aránylag rendben van, és nem látom, hogy koszos lenne, vagy bármi ilyesmi. Ez nagyon ritka egyébként. Szóval egyébként, hogyha ezt azért szeretném hangsúlyozni, hogyha megvalósult volna időben ez a E1-rendszer, vagy ez a digitális csipkártyás jegyrendszer, nyilván itt is lenne valamiféle beléptető kapu, de maradtak a hagyományos ilyen jegyérvényesítő, jegyukasztó készülékek. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy ilyen részmegoldás, de nyilván, hogy majd ezt hódolni fogják, hogyha közben a véletlen keresgélem, mert azért az kell. Jó, na, szóval, hogyha nyilván, hogyha az egyszer majd megvalósul, akkor nyilván ez is pótolva lesz. Hát mondom így első blitzre, én azt mondom, hogy piszkosul hasonlít a 4-es metró, mit tudom én, valamelyik állomására, sőt azt is megmondom, hogy melyikre. A Calvin téri transferre hasonlít igazából, ahol a 3-as metróról át lehet szállni a 4-es metróra. Tehát erre hasonlít egy első ránézésre a dolog, de nézzük tovább a dolgot, jó? Kisok. Na, hát nagyon szép. Az igazság, hogy ránézésre nagyon szépnek mondanám. Egyből szembe tűnik egy mozgó lépcső, ami a feljövő utasoknak segítség. Tehát akik a metróból kiszállnak, tehát mégse fölfele nem kell lépcsőzni, ha valaki nem akar. Ugye azért tudjuk, hogy nyilván, hogy fölfele sokkal nehezebb mozgó lépcsőzni. Látható, hogy van egy italautomata is. Van egy korrekt térkép, ahol el lehet igazodni. És hát, hogy miben más? Ugye bekerültek például ezek a nagyon korrekt légcserélő berendezések is. Tehát van egy húzat, tehát egy ilyen metróhúzat, mint ahogy szokott lenni. És ahogy haladunk rá, gyakorlatilag szerintem nektek is hasonlítani fog így a külső kinézete a 4-es és a 3-as metró közötti transferre. Legalábbis én abban látok hasonlóságot, mondom egy első ránézésre. És hát az egész állomás olyan letisztult, olyan modern kinézete van ennek a dolognak, tehát nagyon sok kritikát olvastam egyébként az interneten, hogy olyan csúnya, meg olyan csúnya, de azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen a 3-as metró funkcióját bőven ellátja ez az állomás is. De hát azért ne legyünk telhetetlenek, végre valahára valamit csináltak ez a 3-as metróval, mert szörnyű állapotban volt. És itt látható egyébként maga a Dózsa-György is, hogy esetleg valaki nem tudná, hogy ő kicsoda, micsoda. Tehát gyakorlatilag így néz ki maga az állomás. Mind a két oldal teljesen egyforma, itt van egy nagyon korrekt ilyen kis sziget tulajdonképpen, ahol van segélyhívó, ugye szemetesek, és remélhetőleg a szemét valóban oda is fog kerülni, és nem valóban ide. Itt egy nagyon-nagyon korrekt, hát tulajdonképpen már szokásosnak mondható metrótérkép. És hát ugye LED-es megvilágítás van mindenütt, és hát nem tudom, hogy ez mennyire látszik ki kamerán keresztül, de maga az alagúti infrastruktúra is teljesen ki lett cserélve. Minden, tehát az íget a világon minden, ott az alagútban is vannak ilyen légcserélő berendezések, tehát ez sem maradt le. És egyébként ami biztos, hogy a metrók sokkal csendesebbek már ezen a felújított szakaszon, mint ahol még nincsen felújítva a metró, tehát ugye a középső szakasz, illetve
amit most járnak cserélnek, ugye meg elkezdték a felújítását a déli szakasznak. Na csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy a déli szakaszon sokkal jobban meg van szervezve a metrófúrás. És ma már mutatja egyébként ez az utastájékoztató, hogy a Nagyvárad térre fog menni a metró, mert ugye most jelenleg az a idegenes végállomás a déli szakaszon. Tulajdonképpen amit még mindenképpen meg szeretnék nektek mutatni, hogy ellenben visszakerültek azok az utcabútorok, hát legalábbis ezeket hivatalosan így hívják, hogy utcabútor, visszakerültek ezek a narancssárga székek, amik hát kényelmeset nem mondanám, de arra jó, hogy mit tudom, az ember másik két percig a metrót várva ezeken elücsörögjön, de mint látható azért meg lehet erősítve a dolog azzal, hogy egy ilyen elég masszív tulajdonképpen talapzatot kapott a dolog. Tehát amit látható, én azt mondom ilyen, tehát én kellek azt szeretném mondani igazából ezzel kapcsolatban még, hogy sokkal, tehát egy ilyen letisztult, alapvetően ilyen modern külsőt kapott az állomás, tehát én nem tudom, tehát azok, akik azt mondták, hogy hú, hát csúnya lett, meg így, meg úgy, amúgy nézzétek, ahhoz, hogy jó, tehát engem az érdekel, hogy jól működjön. Tehát az, hogy most a külalatt milyen, hát az egy ilyen kvázi másodlagos dolog. De mint látjátok, a másik oldal is dettó úgy néz ki, tehát az, ami a belváros felől jön oldal, tehát ami Újpest felé közlekedik, ugyanúgy néz ki, mint az, ahol most tartózkodunk, tehát semmi, de semmi különbség nincsen, semmi infrastruktúrában, semmi kinézetben. És hát ugye itt látjátok, hogy itt már nem középperonos az állomás, hanem ilyen oldal peron van, tehát mind a két oldalra a saját peronja van, hogyha úgy tetszik. Tehát a tömeg az jobban elosztik a kettő peronon, mint egy középperonon. Szóval itt innentől meg már hogy egy üzemi terület van. Ott is látható az alagút, nagyon jól ki van világítva maga az alagút is egy darabon. És hát látszik ott is, hogy mindenki van cserélve, és lehet hallani a légcserélő berendezésnek a hangját is. És hát nem tudom, megvárunk egy metrót egyébként, de sokkal csendesebb lett a metró. Nyilván ugye azért, mert hát alapvetően ugye a vágányok is ki lettek cserélve, meg hát minden gyakorlatilag, az áramszedő, sín, mi mindenki lett cserélve. Ugye itt is van egy nagyon korrekt utastájékoztató tába, hát amit tulajdonképpen a 4-es metrónál már megszokhattatok, hogy az így néz ki. Csak hát ugye itt most mutatja, hogy a déli szakasz az éppen felújítás alatt áll. Hát akárhogy is számolok, egy megállóval kevesebb a déli szakasz. Az északi szakaszon ugye 6 darab állomást újítottak föl, a déli szakaszon pedig 5-öt kezdtek el felújítani. Hát nem tudom, hogy az időben mennyi. Nyilván, hogy nem lesz kevesebb idő, mivel hogy a déli szakasz alapvetően az a legrégebbi szakasz a 3-as metrónak, az készült el először 1970-re, úgyhogy hát nem mai gyerek vár. No, és nem tudom, hogy ez így kamerán keresztül mennyire hallatszott át, de sokkal csendesebb a metró, tehát jó, persze lehet mondani, hogy hát jó, de hát így is azért hangos, meg mit tudom én, de hát a metró az egy ilyen üzem. Az itt egy zárt alagútban közlekedik, nyilván, hogy ebből adódik az, hogy visszhangos. Tehát igazából itt nem maga a metró az igazán zajos, hanem visszhangos. Úgyhogy, hát így néz ki, nagyon korrekt szerintem az egész állomás, úgy ahogy van. Itt a lejárat is nagyon jól néz ki szerintem. Nagyon jól alkalmazták ugye a színeket is. Nekem baromja tetszik ez a halvány szürke szín, és ahogy látjátok, aki föl akar menni, ugye annak van most már mozgó lépcső is, és most még legalábbis működik, és most még teljesen tiszta itt minden, és nagyon töpec tulajdonképpen az egész állomás. Nekem legalábbis tetszik. Ja, és hát természetesen ugye mind a két oldalra került ugye ez a futárkijelző, tehát ami mutatja a különféle indulásokat, hát leginkább a 75-ös és a 79-es trollit mutatja, mert ugyanis a metrók hát nincsenek integrálva a futár rendszerébe. Na most ami viszont még energiatakarékosság szempontjából nagyon érdekes, hogy itt is bevezették azt, hogy a mozgó lépcső csak akkor megy gyorsan, hogyha érdemben használja valaki,
mikor tartósan nincs rajta a utasforgalom, akkor így lelassít, mint ahogy láthatjátok most is. Úgyhogy, hát akik lefelé jönnek, nekik lépcsőzni kell, de hát ez az állomás nincsen úgy egyébként akadálymentesítve, de ellenben majd fogjátok látni, hogy a Forgács utcánál viszont akadálymentesített az állomás, ugyanis van a lift. Viszont ugye tegnap pont ugye az első állomást nem vettem föl nektek, tehát műszaki ok miatt kvázi. Úgyhogy ezt most bepótoltam, bízom benne, hogy tudtam azért némi érdekességet mutatni. Nem szeretném túlságosan sokáig nyújtani a dolgot. Tulajdonképpen megyünk tovább természetesen, tehát a filmben ti azt fogjátok tapasztalni majd, hogy megyünk tovább az Árpád hídra, illetve a Forgács utcára. És akkor majd szépen összevagdosom az anyagot, és fogjátok látni az egészet egybe. Illetve hát tulajdonképpen az északi szakasznak a déli szakaszát, tehát konkrétan a Dózsa-György utaton most tartózkodunk, Árpád hidat és Forgács utcát. Aztán majd egy második részben megyünk tovább a Gyöngyösi utcára, a Újpest városkapura és Újpest központba. Természetesen az sem fog lemaradni a repertoárból, de nem szeretném, hogy a túlságosan tömény vagy túl hosszú, túl unalmas lenne a dolog. Úgyhogy haladunk tovább az Árpád híd fele, gyertek velem akkor. Remélhetőleg korrektül össze tudom vágni, és nem lesz túl durva a kontraszt ugye a között, hogy most ezt egy nappal később veszem föl, mint a másik kettő állomást. Hát ez van, így sikerült. Na, gyertek velem, menjünk tovább az Árpád hídra. Kérem szépen, megérkeztünk az Árpád híd metróállomásra. Tehát abszolút nem is ismerni rá. Megmondom őszintén, hogy elsőre, ahogy kiléptem a metróból, azt éreztem, hogy hú, mekkora lett, mennyire tágas lett. Tehát nem tudom, nekem ez így elsőre nagyon tetszik. Tehát nagyon-nagyon faja lett. Itt is az utastájékoztató rendszer tesztüzemben működik, tehát egyáltalán azért működik, hogy egyetem bírja a srapát. Azért mondjuk más, mint a Dózsa-György úti metróállomás. Tehát azért korán sem igaz, mint amiket én hallottam, ilyen nagyon szakavatottak, legalábbis saját magán szakavatottak élő videóstól, hogy mindig állomás tök egyforma. Hát azért nem egészen. Ugye most megnézzük itt például az Árpád hídi metróállomást, egyrészt nagyobb maga az állomás, szélesebb a peron rész, és a világítás az nem csak egy ilyen sávban, tehát nem csak egy ilyen vonalban van, hanem itt középen is vannak ilyen kis négyzetek, amik a megvilágítását biztosítják az állomásnak. Mindkét oldal tök egyforma egyébként, tehát ez viszont teljesen biztos. Nekem így elsőre baromira tetszik. Hát ilyen strapabíró padok vannak, hát jogos, hogy miért ezeket építették be. Ugye erről sok vita volt, hogy az Árpád hídi metróállomás most megkapja ezt a nevet, hogy Göncz Árpád város központ, vagy marad Árpád híd. Nekem az Árpád híd, mint olyan sokkal szimpatikusabb egyébként, de ez az én szubjektív véleményem. Hát felújítva ugye maga az állomás, az tényleg csak itt az állomás lett, meg itt közvetlenül a beléptető rendszer. Ugye persze, ha megvalósult volna a digitális jegyrendszer, vagy a csipkártyás jegyrendszerok, ugye is ilyen kapuk kerültek volna. Gyakorlatilag hát így néz ki, viszont mind a két oldal mondom teljesen egyforma, gyakorlatilag szimmetrikus a két állomás. Ugye sajnos maga az aluljáró az nincs felújítva egyáltalán, tehát az egyáltalán nem nyúltak. Ugye nyilvánvaló ok az, hogy az már nem tényleg, tehát nem a BKV, sem a BKK hatáskörre, hogy az aluljáró hogy néz ki. Hát gyakorlatilag egyébként most, hogy bejött ez a metró szerelvény, én gyakorlatilag szinte egyáltalán nem is hallottam, hogy ide megtúszott. Na most ugye elképzeltem, mit tudom, egy korszerűbb metrót ezen a vonalon, hát gyakorlatilag itt alig lenne hangja. Sokkal csendesebb egyébként az üzemélmény, mint volt korábban. Hát így nekem megmondom őszintén, hogy így elsőre azt kell mondjam, hogy tetszik. Szép, világos, tágosabbnak tűnik, határozottan tágosabbnak tűnik. És hát mondom, még egyszer a lényeg fel van újítva. Tehát szebb, modernebb. Nekem mondom, nagyon-nagyon hasonlít szerintem a 4-es metró állomásaira,
ezek a felújított állomások piszkosul hasonlítanak, de hát ugye nyilván, hogy az előírásoknak megfelelően kellett felújítani. Ugye itt az alagútban is lehet, itt is vannak ilyen légcserélő berendezések, ilyen fúvókák, ventilátorok, meg egyebek. Ott egy érkező metró. Újpest felől. Nagyon furcsa egyébként, tehát tényleg olyan, mint egy vadonatúj metróban lennék körülbelül. És hát tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy csendes, baromira csendes az egész. A tanuljáró, hát az sajnos maradt olyan, amilyen, de hát igazából erről nem is volt szó, hogy azt felújítják, majd talán egyszer. No, hát itt vannak egy ilyen motivumok. Ennek nyilvánvalóan ilyen optikai térnövelő hatása van ezeknek, tehát ettől látszik egyébként kicsit nagyobbnak az egész állomás. Ekkor nincs teljesen rázárva a mennyezet, hanem bekerült egy ilyen álmennyezet, és az ilyen lukatos. Tehát nincs annyira bezártság érzete az embernek. Tehát valami, szerintem többet szüve van találva az egész. De mint mondtam, funkcionalitását tekintve tökre megfelelő szerintem. Tehát ennél több teljesen felesleges lett volna a 3-as metróra, én azt gondolom. Hát várunk egy metró szelemét, és akkor nézzük tovább a Forgács utcai állomást is. Egyelőre innen az Árpád hídi metró állomásról, hiszen nem változott a név. Hát kicsit nézzétek meg így a középső részt is. Bár ez tulajdonképpen egy laikusnak úgy túl sokat nem mond. Ott van a két vágány, de látszik, hogy minden fel van újítva tényleg tokka vonóval. És egyelőre én megcáfolom azt is, hogy itt feljött volna már a padló burkolat. Én nem látok feljött padló elemet, úgyhogy nem tudom, hogy ezt melyik állomáson tapasztalták. Majd egy második részben ezt is majd talán megláthatjuk. No, úgyhogy várunk egy metrót, és akkor megnézzük a Forgács utcát is, jó? Oké, szépen megérkeztünk Forgács utcához mindenféle vágás nélkül. Hát ez viszont már gyökeresen másképp néz ki, mint az előző kettő állomás. Szóval tényleg megint csak ismételten cáfolni tudom azt, hogy tökre egyforma mindegyik, hát baromira nem. Ez valami elképesztően jól néz ki. Hát ugye ez a megálló sosem volt egy túl széles állomás, tehát itt peron ügyileg most sem az, nagyon keskeny, úgyhogy tényleg nagyon vigyázni kell, hogy mi a stájsz, és itt hát nem tudom, hogy ez konkrétan ki készítette ezt a képet,
de nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki. Elképesztően jól néz ki. És mivel ugye azt mondtam, hogy három rész, tehát kettő rész lesz, ugye három-három állomással, úgyhogy ehhez tartom is magam. Ugye a Forgács utcánál két irányba is ki lehet menni, úgyhogy megnézzük, hogy mi a helyzet a kiáratnál. Érdekes egyébként, hogy a város felé, tehát a központ felé haladva ilyen narancssárgás ez a kép, itt pedig Újpest felé haladva ilyen kékes színű ez a kép. Nagyon érdekes, nagyon jó pofa. Padokat tekintve szerintem ez tökre jó. Hát fémből van, most strapabíró legyen. Nyilván, hogy ennek ez a funkcionális oka, illetve ez az oka, hogy végül is ilyen fémből van szinte minden. Alapvetően hát a fém dominál. Hát nem tudom, ez is fémből van, gyakorlatilag ilyen rozsdamentes acélból van. Minden full ledes megvilágítás, úgyhogy remélem nem fog nagyon remegni a kép. És hát, tehát hogy beleszagolsz a levegőben, nem az a dohos valami van a levegőben, hanem ilyen tiszta illat van. Ugye baromira érezni azt, hogy az alagút végig gyakorlatilag hát tele van ilyen kis ventilátorokkal, amik ugye a levegőcserét biztosítják. A Forgács utca az már egy ilyen inkább kéregvasút, mint nagyon mélyfekvésű metró. Megnézzük, hogy milyen a kiárat. A sűrűen járnak a metrók, ugye kezdődik a délutáni csúcsidő. No, hát így néz ki. Hát, mint látjátok, itt mozgó lépcső nincsen, mert hát ugye most erre a távra a világ legkisebb mozgó lépcsőit lehetett volna meggyártani. Itt is. Várjátok. No, mi? Nem tudom. Megmondom őszintén, hogyha ezt tudjátok, hogy ezt kikészítette, akkor kommentbe írjátok majd meg. Nem akarok baromságot mondani. Itt egy nagyon korrekt tájékoztató rendszer van. Ugye mi most... Hogy is vagyunk? Pedig azt mutatja, hogy elvileg van felvonó, meg mozgó lépcső is, de szerintem az a másik oldal. Szóval nagyon korszerűen néz ki. Hát nyilván, hogyha megvalósult volna ugye tehát az a digitális jegyrendszer, akkor itt most nem ezek a szokványos jegyérvényesítő készülékek lennének, hanem beléptető kapuk lennének, vagy valami hasonló. És itt vannak azok a bizonyos ventilátorok, amikről beszéltem. Ugye hát ez, tehát ilyen hasonló készülékekkel lehet találkozni ugye a 2-es metróban is, meg a 4-es metróban is, bár a 4-es metróban nagyjából el vannak rejtve ezek. És hogy látjátok, nagyon nincs az, hogy mit tudom, ilyen magas ember, egy magasabb emelő, egy alá téved és beveri a fejét, és itt van egy korlát, ami ezt megakadályozza. És az egész olyan letisztult, olyan szép. Tényleg, azt kell mondjam, hogy nagyon rendben van. Nekem nagyon tetszik. Megmondom őszintén, hogy nagyon ritkán szállok itt a 3-as metróból, úgyhogy értem, nem is tudom, hogy hol, merre felé vagyok, de szerintem a Váci úttal vagyok párhuzamosan. Ó, igen, így legyen lótöltösöm. Nekem nagyon tetszik, megmondom őszintén. Hát, megnézzük a másik oldalt is, jó? Átmegyünk a túloldalra, és megnézzük, hogy ott mi a helyzet. Tehát a másik lejáron, ugyanis ennek kettő oldala van. Van ugye ez a déli oldal, ahol most feljöttem, és van az északi oldal, ahol megnézzük, hogy ott mi a helyzet. Nekem idáig azt kell mondjam tényleg, hogy az a három állomás, amit most így meg tudtam nektek mutatni, nekem baromira tetszik. Tehát én meg vagyok rá elégedve. Ugye ahhoz képest, hogy nézett ki például ez az állomás, és mennyire le volt már rohadva, annak ellenére, hogy ugyan fiatalabb, mint a déli szakasz, de valahogy hamarabb tönkre ment. Sajnos, hát el lehet használva. Szóval az a helyzet, hogy gyakorlatilag ugye Budapesten a tényleg a legforgalmasabb közösségi közlekedési vonal az a 3-as metró.
és hát ez megérződött. Szóval hát elhasználódott. Elég rendesen. Itt is komoly probléma a parkolás egyébként. A Budapesten az egyre nagyobb probléma. Gyakorlatilag most a város minden pontján gond ez a parkolás kérdés. Azt nem tudom, hogy kétel, hogy csak felszíni gyalogátkelő helyen tudok-e átmenni a másik oldalra, mert most nekem az jó jönne. Tehát rendesen, hagyományosan utasként ugye visszamenni a Deák térre, és kérem szépen, hiszitek vagy sem, hát kérem szépen lift van beépítve. Meg fogom nézni, hogy működik-e. Ez meglepetés. Tehát azért valamilyen szinten azért történt akadálymentesítés. Szóval azért nem kell annyira siránkozni, hogy hú, hát itt aztán semmi. Én megmondom őszintén, hogy én most nagyon-nagyon sok mindent tudok cáfolni nektek, amiket én idáig hallottam ugye erről a felújításról. Hát itt egy elég hosszabb, tehát sokkal hosszabb lépcső van itt az északi oldalon. Hát nem tudom, megéri le menni, nem megyek le, mert szerintem tökre mindegy. Inkább a liftet nézzük meg, hogy működik-e. De több mint valószínű, hogy nem lehet átjutni egyik peronról a másikra. Csak úgy, hanem át kell menni a gyalogos átkelő helyen, úgyhogy a másik oldalt fogom megnézni. Tehát visszafele kell menjek a városba. Apai teendőim vannak, ugyanis azért. De, mint ahogy ígértem, azért nem feledkeztem meg arról, hogy azért tettem egy ilyen ígéretet, hogy megmutatom nektek a 3-as metró felújító szakaszát, de hát ugye nem egyszerre, hanem így inkább két részletben fogom megmutatni, tehát először ugye a déli, tehát az északi szakasznak a déli szakaszát, de konkrétan ugye a Dózsa-György út, ugye Árpád híd, meg Forgács utca. Aminek kíváncsi vagyok, hogy a liftek működnek-e. Váci út. Hát Budapest egyik legforgalmasabb főútvonala továbbra is. Elég rossz lámpahangolási rendszer van. Egy félig átengedi a gyalogost, utána oltó meg középen kell átcsorogni egy darabig, de körülbelül ismerem a lámpahangolást. Kicsit furcsa, hogy nem metrópótóbusszal jöttem el ide, megmondom őszintén. Ugye lehet érem már gyakorlatilag automatikusan majdnem inkább kiszálltam a metróból. Ezt mondom, hogy itt félig átengedi a gyalogos, és akkor a gyalogos ugye felkényszeríti egy ilyen nagyon-nagyon keskeny és ócska vaszak járda szigetre. Hát nézzétek meg, hogy kb. Másfél méter, ha van. Nagyon veszélyes. És akkor még itt egy darabig átcsorogni kell, mert a lámpa úgy van hangolva, hogy kettő fázisban engedi át a gyalogos. Ugye nyomógomb nincs, ami meggyorsítsa a fázis. Azt nézem egyébként, de igen, ez egy keresztetődés. Ez nem csak átkelő hely. Én komolyan mondom, hogy azon parázok, hogy vajon mennyire fog nektek bejönni ez a Újra Vadonban című, vagy hát majd a metró felújítás annak eredménye, hogy nem tudom még milyen címet fog neki adni. Egy biztos különkiadásként fog megjelenni, elő vagy utóbb, amit össze tudom vágni. Azért most itt magdosom kell egy kicsit. Na. Jó, hát megnézzük, hogy a város felé haladó irányba a mozgó lépcső, hogy a lift működik-e. Erre vagyok kíváncsi, mert az igazság, hogy nem lustaságból, de a térdizöleteim nem igazán jók már. A lépcsőzés azt általában lehet kerülöm. Egyébként szerintem mások is kíváncsiak rá. Szerintem. Na nézzük, hova lehet itt lejutni. Minusz kettőt mutat a kijelző. Hát két emelet. Na, pittyent, tehát valamit reagált, és már jön is föl a bal oldali. Nulladik szint, tehát felszín.
úgy tűnik működik. Működik a lift, legalábbis itt ezen az oldalon. Hát gyakorlatilag kinézetre tökre ugyanaz, mint a másik oldal, de hát ezzel nem mondok újdonságot, ezt már mondtam az imént. Hát ezt a metrót már hagyjuk elmenni. Egyébként itt, mikor vége a műszaknak, vagy hát mikor ugye már nem járnak a metrók, akkor már ilyen függöny ereszkedik le, és az zárja le tulajdonképpen a teret, illetve magát az állomást, úgyhogy hát nem is tudom, ezt a másik oldalon majd lecsücsülök. Itt egyébként már működik a rendszer, tehát itt már mutatja, hogy ez a metró a Nagyvárad térig megy, hiszen ugye most már a déli szakaszon kezdődött el a felújítás. Le is tesztelem, hogy mennyire kényelmes az az ülőke. Hát, hogy mondjam, arra jó, hogy mit tudom, az ember egy második két percet elücsörögjön rajta. Folyamatosan mondják egyébként, hogy most hol közlekedik a metró, meg hol nem. No, hát... Hát ez volt az első fejezet igazából a felújított metróállomásokat bemutató mint is mini sorozatomnak, ennek a két részesre tervezett sorozatnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok és megnéztétek ezeket az állomásokat. Az én konklúzióm az, hogy funkcionalitásának, tehát hogy mondjam, tehát a célját abszolút jól ellátja a dolog, funkcionalitásában szerintem tökre jó, úgy ahogy van az egész, van lift is, úgyhogy nincs hiány így a tekintetben. Úgyhogy már jön is a metró. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Folytatjuk majd a Gyöngyösi utcával, Újpest városkapuval, valamint Újpest városközponttal. Majd egy második fejezetben. Most egyelőre ezt a három állomást tettem be nektek. Szerintem jól sikerült. Szerintem ez itt tökre elég a hármas metróval. Most nem azért, mert megnézem a hármas metró, szó sincs arról. Csak ugye... Itt azért alapvetően ugye itt nem a turizmus a lényeg, hanem az, hogy funkcionitásában jól működjön a rendszer. És egyelőre én azt látom, hogy ez rendben van, és őszintén remélem, hogy vandálok meg idióta barmat nem fogják megtalálni ezeket az állomásokat, illetve hogy ezek a fémből készült bútorok majd állják az idő sarát. Nagyon bízom benne, megmondom őszintén, és bízom abban is, hogy a déli szakasz is majd egyszer csak elkészül, és akkor hát majd jön a kemény dió, ugye a köztes szakasz. Úgyhogy, hát tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, én betartottam az ígéretemet, amennyire tudtam, megmutattam ezt a három állomást, folytatjuk a következő három állomással, de nem akartam túlságosan sűrűre csinálni ezt az egészet. Nekem így mondom, hogy elsőre abszolút bejön ez a dolog, és nagyon tetszik, sokkal csendesebb az üzem, és mégis azért korszerű közegbe száll el az ember, vagy száll fel a metróra, egészen más az embernek úgymond a, még a lelki állapota is, ha tetszik ugye ez a fogalmazás, ha nem, akkor meg majd megírjátok, hogy ez baromság. No, úgyhogy ennyi volt ugye ez a kis sorozatnak az első fejezete. Köszönöm a figyelmet, tartsatok olyan legközelebb, és addig is, sziasztok, vége!